Tisztelt Békés Csabai polgárok, kedves tévénézők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 2018-as esztendő első napján. Gyorsan múlnak az évek, a 21. századból is elrepült már 17 esztendő. Akik az ezredfordulón születtek, azok a gyermekek is lassan érettségiznek. Ilyenkor az új év kezdetén bizonyára sokan visszatekintenek a mögöttük hagyott óévre, valamint gondolatokat, vágyakat, elképzeléseket fogalmaznak meg a jövőre nézve. Ma kicseréljük az íróasztalon, a konyha falán a naptárakat, ma még csak a hivatalos bejegyzéseket látjuk rajta, de lassan bekerülnek szeretteink születésnapi adatai, az évfordulók dátumai, hogy azokat véletlenül se felejtsük el. Hamarosan megtelnek feladatokkal, határidőkkel. A soron következő esztendő boldogsága elsősorban rajtunk múlik. Ha saját magunk csak egy kicsivel is többet teszünk hozzá a közösség boldogulásához, ha csak egy kicsivel több szeretetet adunk, akkor már könnyebb lesz mindannyiunknak. Legyünk figyelmesebbek, türelmesebbek családunk tagjaival, barátainkkal, munkatársainkkal, a szomszédokkal. Mindig legyen egy tartalék mosoly a lelkünkben, ismeretlen ismerőseink számára. Ha figyelünk az ilyen apróságokra, akkor 2018-as esztendő minden egyes napja apró csodákkal fog megajándékozni bennünket. Tisztelt tévénézők! Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta, s ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott esztendőre, akkor ezek a szavak voltak a legjellemzőbbek városunkra vonatkozóan. Látjuk, hogy Békés Csaba sikeres város, amely fejlődik, gyarapodik. Az új esztendőben is számos kihívás áll előttünk, amelyeknek meg kell felelnünk egy szebb és emberibb jövő elérése érdekében. Békés Csaba polgárai az utóbbi időben többször is bebizonyították, hogy összefogással a legnagyobb akadályok is leküzdhetőek. Úgy vélem, kellő önbizalommal vághatunk neki a jövendő évnek is. Megvan a szándék és a kellő akarat is. Közös munkánk, szorgalmunk, kitartásunk gyümölcse hamarosan beérik, és annak mindannyian haszonélvezői leszünk. Kedves Békés Csabaiak! Tudjuk, hogy a család az életet hordozó kis közösség, a közösségnek van a egyedüli esélye arra, hogy megmentsen nemzetünket, s ma már az év első napján megállapíthatjuk, hogy 2018-as esztendő a családok éve lesz. Ki kell emelni, hogy januártól a családi otthonteremtési kedvezmény mellé felvehető kedvezményes 10 millió forintos hitelből is elengednek 1-1 millió forintot a harmadik vagy a további gyerekek vállalása esetén. Szintén januártól a 35 év alattiaknak a kormány megtéríti a sikeres nyelvvizsga díját. Ezzel nem csupán az a cél, hogy a nyelvtanulást ösztönözzék, hanem így a családok terhei is tovább csökkennek. A kormány újabb hivatás anyagi megbecsüléséről döntött, 2018-ban további bérkiegészítést kapnak a szociális szférában tevékenykedő, egészségügyi végzettségű dolgozók is. Így bérük el fogja érni az egészségügyi bértábla szintjét. Végezetül azt kívánom mindájunknak, amit a népi bölcsesség. Adjon az Isten füvet, fát, telipincét, kamarát, sok örömet a házba, boldogságot hazánkba. Békés Csaba minden polgárának, a Csaba TV valamennyi nézőjének munkában és eredményekben gazdag új esztendőt, továbbá jó erőt, egészséget, kitartást, jó kedvet és lelki békét kívánok.